egymás középről, tisztelleg! Tandártábornok úr, Kelemes Sándor rendőrőrzés megbízott őrsparancsnok jelentem. A hajdúlógi rendőrös ünnepélyes avatására berendelt állomány az ön parancsára felsorakozott. Köszönöm. Hölgyeim, uraim, jó napot kívánok! Erőt, egészséget! Tiszteltel köszönöm, mert neki ott vendégeinket. Pihenj! Vigyázz! Pihenj! Ezres úr kapitány úr. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Hajdúdorogváros önkormányzata és a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a hajdúdorogi rendőrös épületének átadóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Tiba István urat, választókörzetünk országgyűlési képviselőjét, dr. Gyurosovics József rendőr, dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, vármegyei rendőrfőkapitány urat. Görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város Hajdúdorog polgármesterét, Horváth Zoltán urat. Barnai János rendőrezredes, gazdasági rendőrfőkapitány helyettes urat. Asztalos János rendőr alezredes, rendőrkapitányság vezető urat. Kelemen Sándor rendőr alezredes, őrsparancsnok urat. Simon Zoltán urat, Hajdúdorogváros alpolgármesterét. Dr. Nagy Nándor urat, jegyzőnket. Köszöntöm főtisztelendő Dalanic Zoltán esperes parókus atyát. Márai Sándor szavai szerint az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok. Egy ilyen komoly türelemjáték, mélyen gyökeredző akarat és elhatározás, közös cselekvés és erőfeszítés eredménye az elkészült és most átadásra kerülő városi rendőrös épülete.
Hallgassanak meg egy rövid kitekintőt az épületről és a mai nap eseményéhez vezető útról. A volt ítélészékház rehabilitációja Hajdúdorogon című projekt megvalósításával Hajdúdorogváros önkormányzata arra törekedett, hogy a belváros összképét javítsa, a központban lévő leromlott állapotú épületet teljes körűen felújítsa, és új, hassznos funkciók lássa el. 2022. májusában lezárt beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, csaknem 146 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével, aminek köszönhetően új arculatot kapott a patináns önkormányzati épület. Megtörtént a nyílászárók és a tetőhéjazat cseréje, a homlokzat szigetelése, a vizes blokkrendszer fejlesztése, a belső terek rendbetétele, valamint az ingatlan energetikai korszerűsítése. A beruházást követően az épület számos alkalommal szolgált megoldásul az önkormányzat a hajdúdorogi közösség életében felmerült problémák megoldására. Első ízben az orvosi rendelő bővítése és energetikai korszerűsítése kapcsán vették igénybe a felnőtt házi orvosok és fogorvosok a munkálatok befejezéséig. Majd az energiaválság idején a fűtési időszakban a polgármesteri hivatal és a GAMESZ irodai munkavállalóinak adott otthont. De helyet kapott itt egy rövid időre a városi bölcsőde is, amikor az anyai intézmény tetőszerkezetének stabilizációs munkálataira került sor. Most egy újabb átalakítás valósult meg, melynek apropóját adta, hogy a Böszörményi úton lévő rendőrös épülete nagy mértékben leromlott. Látva a szóban forgó épület állapotát, a városvezetés elindult a hosszú távú megoldáshoz vezető úton, melynek eredményeként a rendőrséggel közösen a Nánási úti ingatlant jelölték meg rendőrös lehetséges helyszínéül. A döntést követően elindult a cselekvési folyamat. Horváth Zoltán polgármester erőterjesztését az épület ingyenes használatba adásáról a képviselőtestület támogatta, a kezdetekben megjelölt funkciók megváltoztatására irányuló kérelmet az irányító hatóság jóvá hagyta. A rendőrösi funkcióváltás újabb átépítési munkálatok elvégzését irányozta elő, és 30 millió forint ráfordítással meg is valósult, mely összeget Hajdúdorogváros önkormányzata saját forrásából biztosította. Az ingatlan két részre oszlik. Egyfelől a rendőrös, másfelől egy önkormányzati fenntartásban maradt épületrész, mely utóbbi a közeljövőben a falugazdászoknak és más szolgáltatónak ad majd otthont. A jelenlegi átalakítás a hajdúdorogi lakosság és a városvezetés nagyra becsülésének kifejezéseként egy, a mai kor követelményeinek megfelelő, a rendőri hivatáshoz méltó épület biztosítását célozta meg, amely a társadalomban betöltött szerepéhez illő módon jeleníti meg a rendőri szolgálatot Hajdúdorogon. Tisztelt jelenlévők! Az elmondottak után nagy tisztelettel felkérem dr. Gyurosovics József rendőr, tandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány urat ünnepi beszédének elmondására. Milyen tisztelt képviselő úr, főtisztelendő esperes, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, meghívott vendégeink, hölgyeim és uraim! Az önkormányzat épületétől sétáltunk ide polgármester úrral és az országgyűlési képviselő úrral, és arról beszélgettünk, hogy a mai nap egy rendkívül különös és fontos nap a hajdúdorog életében, a hajdúdorogi rendőrök életében, a Böszörményi kapitányság életében, és el kell mondanom, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság életében is. Én 13 éve vagyok a vármegye főkapitánya, és ez a harmadik alkalom, hogy őrsöt tudunk avatni a vármegyében. Tehát egy nagyon különleges alkalom a mai.
És mielőtt a részletekbe belemennék, én úgy gondolom, hogy az első szó az a köszönetékához legyen. Köszönettel tartozunk Hajdú-Dolog városának, Hajdú-Dolog önkormányzatának, polgármester úrnak, és Hajdú-Dologi embereknek, hogy hiszen ez az épület, ami ma átadásra kerül, ő nélkülük ez a projekt nem valósult volna meg. És hát amikor először itt kint jártam Hajdú-Dologon, és ugye az első utam az őse vezetett, hát egy nagyon régi családi ház épülete volt, és amíg emlékeim nem csalnak, akkor talán az udvarban még valami növényeket is termesztettek ott hátul. Ez a projekt, ami megvalósult és a mai napon átadásra kerül, egy olyan épület, egy olyan környezet az ősnek a számára, amely nem csupán ugye a modern technikai igényeket elégíti ki, hanem a munkakörnyezetet is jelentősen megváltoztatta. Tudni kell azt, hogy a rendőrös az a közbiztonság és a rend fenntartásának első vonalában áll, és ahhoz, hogy hatékonyan tudja végezni a munkáját az itt szolgáltat teljesítő rendőri állomány, ahhoz a megfelelő munkafeltételeket biztosítani kell. És ez nem csak a számítógépből, a székekből, az irodai bútorokból, hanem magából a munkakörnyezetből kell, hogy álljon. Nem mindegy, hogy hova jövünk dolgozni. És ahhoz, ha megfelelő munkakörülmények vannak, nyugodtan lehet azt mondani, hogy a 21. században megfelelő technikai és infrastruktúra, akkor én úgy gondolom, hogy a munkavégzés is sokkal jobb lesz. És úgy gondolom, hogy Hajdú-Dolog lakói joggal várhatják azt el, hogy a rendőrök a munkavégzésük során a maximumot adják. Szolgálják azt a biztonságot, amit itt a hajdú-dologiak megszoktak, és ez a legmagasabb színvonal kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy ezzel a feltételrendszerrel, magával az épülettel, az infrastruktúrával garantálni tudjuk azt, hogy minden szükséges feltétellel rendelkeznek a kollégáim ahhoz, hogy az itt élők biztonságát szolgálják. És hogy ez a munka gyorsabb és hatékonyabb legyen, átcsoportosítást is hajtottam végre a gépjárműállomány tekintetében, még egy rendőri jelzettel ellátott gépkocsival megerősítettem a rendőrösnek a mobilitását, bízom benne, hogy ezt a kollégáim hatékonyan tudják majd használni és gyorsan a jogsértőkkel való fellépéseknek a tekintetében. Szeretném megköszönni a kollégáimnak is, a rendőrös állományának, gazdasági helyettes kollégámnak azt, hogy rendkívül gyorsan és színvonalas munkát végeztek a tekintetben, hogy a megfelelő biztonságtechnikai és egyéb dolgok a rendelkezésre álljanak, és méltóképpen tudják itt a kollégáim ellátni a feladataikat. És akkor végezetül még egyszer a köszönet szava. Köszönöm a helyi önkormányzatnak, köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a kivételes projekthez, és bízom benne, hogy ez a rendőrös nem csupán egy épület fog lenni, hanem a biztonság bázisa lesz itt Hajdú-Dologban. És a közösséghez való elkötelezettségét fogja jellemezni az itt szolgáltat teljesítő rendőröknek. Nagyon magasra van emelve a léc, ezt is el kell mondanom, és engedjenek meg egy nagyon rövid kitekintést a vármegye vonatkozásában. Hosszú-hosszú évek óta Hajdú-Bihar vármegye az ország legbiztonságosabb megyéje. Jelentősen csökkentek a bűncselekményi számok, a hatékonyságunk, az eredményességünk pedig nőtt. Mi ezt a szintet szeretném megtartani az elkövetkezendő időszakban is. És azért dolgozunk minden egyes kollégám, az őrmestertől a tábornokig, hogy önök biztonságban élhessenek, és biztonságban élhessék meg a mindennapjaikat. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a biztonság hogyan alakul egy-egy településen, egy-egy városrészben, a városokban, a megyében. Mert a biztonság határozza meg a jövőnket. A biztonság az, ami kihatással van a mindennapjainkra. Mind a személy, az egyének a biztonsága is, és ugyanúgy a társadalomban való elfoglalt helyünkre is. A létbiztonság, a munkahelyi biztonság, a szabadság, a kultúra, a sport,
mind oda tartozik ebbe, a turisztikáról pedig ne is beszéljünk. A biztonság az, ami garantálja a fejlődést. És úgy gondolom, hogy ez a garantált fejlődés itt Hajdú-Bihar vármegyében megvan. És abban is bízom, nem csak bízom, hanem tudom, hogy kollégáim mindent meg fogtak tenni itt Hajdú-Dorogon is, hogy a hajdú-dorogi emberek méltóképpen és biztonságban élhessenek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Ünnepi beszédének elmondására tisztelettel megkérem dr. Tiba István urat. Jó napot kívánok, tábornok úr, helyettes kapitány úr, alezredes úr, polgármester úr, főtisztelendő parókus úr, kedves ünneplők. Kapitány úr, köszöntöm mindenkinek ezt a rendőrőrsöt, én sem tehetek mást. Hiszen ahogy elhangzott, valóban azzal, hogy ez a megye, a legbiztonságosabb megye Magyarországon, az nem egy egyszerű feladat. Hiszen mindenki tudja és örül annak, hogy nem csak a legbiztonságosabb megye, de a legdinamikusabban fejlődő megye is, Hajdú-Bihar vármegye. Ez mindannyiunk számára egy öröm, de nyilvánvaló a fejlődés az mindig újabb kihívásokkal jár együtt. Hiszen az a mérhetetlen ipari fejlesztés, ami Debrecenben és a megyében megvalósul, az növeli a rendőrség munkáját. Hiszen a településeken, ahogy tábornok úr is elmondta, ezzel együtt ugyanúgy megvan az az igény, hogy a gyermekeink, nagyszüleink, családjaink biztonságban legyenek. Nyugodtan mehessenek el bárhová egy rendezvényre, nyugodtan mehessenek el egy diszkóba, nyugodtan mehessenek el egy közös vacsorára, és ne kelljen attól félniük, hogy bármilyen atrocitás éri őket. Ennek ma Magyarországon a biztosítékálló, a magyar rendőrség szolgál. Nem véletlen az, hogy a kormány igyekszik a lehetőségeihez mérten minden módon támogatni a rendőrkapitányságokat. Természetesen itt Hajdú-Dorogon is ugyanaz az elvárás, hiszen azt szeretné mindenki, hogy nyugodtan, biztonságban élhesse az életét a nehézségekkel együtt, de ez a nehézség, ez ne a biztonság miatt adódjon. Ugye most két önkormányzat, egymást követő önkormányzat munkájának az eredményét fogjuk átadni, hiszen ahogy elhangzott, egy 146 millió forintos uniós pályázat épült meg először, amelyre a jelenlegi önkormányzat méltó hasznosítást talált, azt kell, hogy mondjam, hiszen ha elvárunk valamit a rendőrségtől, elvárjuk azt, hogy biztonságban legyünk, akkor ahogy tábornok úr is elmondta, meg kell teremtenünk a feltételeket ehhez. Ezzel a rendőrőrsel ennek a feltételei véleményem szerint, de tábornok úr is ezt mondta, a polgármester úr is ezt mondta, hosszú távra megoldódtak, és az a felsorolás, ami elhangzott, hogy ki mindenki használta ezt az épületet, itt pontot tehetünk a végére. Hiszen innentől a rendőrségen kívül más ezt az épületet nem fogja használni. Én köszönöm szépen tábornok úrnak azt, hogy 13 év, illetve 14 év óta azért szolgálja ezt az országot és ezt a megyét, hogy mindannyian büszkék legyünk arra, hogy a legbiztonságosabb megyébe vagyunk, és ezt elvárja a kollégáitól is. És én köszönöm szépen a kapitány uraknak is, hogy ebben partnerek, és minden esetben én azt tapasztalom a saját választókörzetemben, hogy kiváló az együttműködés az önkormányzatok és a rendőrs kapitányságok között. Hozzáteszem, hogy példaértékű az, amit tábornok úr is elmondott, hogy kevés önkormányzat tudja azt megtenni, vagy teszi meg, hogy ilyen módon is segítse a rendőrséget. Hát ez mindenképpen kalapemelést érdemel Hajdú-Dorog város önkormányzata, és őszintén remélem, és köszönöm szépen, hogy egy újabb gépjárművel bővült a itteni rendőrösnek a állománya, és én köszönöm minden rendőrnek azt, hogy akárhányszor itt vagyok rendezvényen, mindig jó azt tapasztalni, hogy milyen összhang, nyugodt együttműködés van a rendőrség állománya és a lakosság között. Én azt kívánom, hogy ez a továbbiakban is így legyen, és hogy ne kelljen újabb jó néhány évet várni arra, hogy esetlegesen egy olyan helyen, ahol szintén szükség lenne egy rendőrösnek a megújítására, átalakítására, főkapitány úr is, tábornok úr is, itt a címek között nehéz eligazodni, vagy nehéz mindent végig sorolni,
a következő években gyakrabban tudjon ilyen rendezvényen részt venni. Az azt hiszem mindannyiunk számára öröm, mind az állomány számára, mind az illető közösség számára, úgyhogy megtisztelő, hogy itt van tábornok úr, megtisztelő, hogy polgármester úr ilyen fejlesztést koordinált végig, és megtisztelő, hogy a képviselőtestület ezt első szóra támogatta, annak ellenére, hogy saját forrást kellett hozzátenni. Higgyék el, nem egyszerű és nem elhanyagolható szempont ez a mai világban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelettel felkérem Horváth Zoltán polgármester urat ünnepi beszédének megtartására. Hajdúdurog város önkormányzata és a magam nevében nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Hatalmas köd szállt le ma Hajdúdorogra, mégis azt gondolom, hogy csodálatos napra ébredtünk. Mi hajdúdorogiak, a rendőrség és mindenki, aki elfogadta a mai eseményre a meghívásunkat. Ahogy az a felvezető gondolatokban is elhangzott, hosszú út vezetett a mai napig. Nem is kívánok én már a részleteibe belemenni, de néhány gondolatot mégis engedjenek meg, hogy megosszak önökkel. Azt gondolom, hogy az mindenki számára ismeretes és tudott volt, hogy a ma már korábbi rendőrös épületének állapota milyen, és az mindenképpen arra sarkalta a város vezetését, hogy valamiféle hosszú távú megoldást találjon a probléma kezelésére. Amikor elindultunk azon az úton, hogy egy megfelelő épületet keressünk a rendőrségi funkció betöltésére, több lehetséges alternatíva is felmerült, de végül az egykori ITV székházhoz jutottunk el. És azt gondolom, hogy ez volt a legokszerűbb választás. Rendőrszakmai szempontokat figyelembe véve, az anyagi ráfordítás mértékét figyelembe véve, és minden egyéb más körülményt tekintve. Mikor a szándék megszületett, a közös szándék, a rendőrség és az önkormányzati vezetés közös szándéka az épület új funkcióval való betöltésére, abban a helyzetben voltunk, hogy forrást kellett társítani ahhoz, hogy az átalakításokat, a szükséges átalakításokat el tudjuk végezni. Ez nem kis fejtörést és feladatot jelentett Hajdúdorog város önkormányzata számára, de ma már örömmel mondhatjuk azt, hogy a 2024-es költségvetése önkormányzatunknak fedezetet biztosított arra, hogy a rendőrőrsi funkciót kialakítsuk az épületben. Ezen túl az épületnek egy másik része más funkciókat fog betölteni, többek között a falugazdászoknak fog székhelyéül szolgálni. Ez teljesen leválasztásra került természetesen a rendőrőrstől, tehát a falugazdászaink is egy új helyiséget fognak kapni a közeljövőben rendőrei mellett. Mintegy 30 millió forint volt az, amit elő kellett teremtenünk az idei büdzséből, annak érdekében, hogy ma itt lehessünk, és tulajdonképpen a mai naptól birtokba vehesse a hajdúdorogi rendőrös állománya az épületet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fordulópont a rendőrség, az önkormányzat és a hajdúdorogiak életében is. A rendőrség szempontjából azért fontos ez, mert ahogy Dandár tábornok úr is elmondta, nem mindegy az, hogy milyen épület fogadja a rendőreit, a szolgálatot teljesítő rendőröket, és hát ebben én azt gondolom, hogy lényeges, pozitív elmozdulás következik be az új rendőrös birtokba vételével. És azért fontos ez, mert ez kihat a mindennapi munkára, a mindennapi szolgálatra és teljesítményre. Ezáltal Hajdúdorog egész közössége haszonélvezője lesz ennek a projektnek, hiszen a közrend, közbiztonság, közlekedés biztonság területén
elért eredményeket kötelességünk megtartani, illetve lehetőségeinkhez mérten javítani. Ennek a fő szereplői természetesen a rendőrei, de a közreműködő szervezetek, így Hajdúdorog város önkormányzata is érdekelt ebben, illetve feladata van a mindennapokban. És amit még mondtam, a harmadik szereplő tulajdonképpen a mostani kurzus ebben a történetben. Én úgy ítélem a mai napot, és úgy készültem a mai napra, nagy izgalommal hozzá kell tegyem, hogy egy nagyon fontos eredménye a mostani városvezetésnek, a jelenleg regnáló kurzusnak ez az esemény. Hiszen hosszú-hosszú évek óta fennálló problémát oldunk meg a mai napon, és hosszú távon tesszük ezt. Én azt gondolom, hogy évtizedes távlatban lesz megoldva a rendőrös ingatlan problémája, ami a korábbi éveket áthatotta. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ahogy beszéltem arról, hogy a rendőrség által elért eredményekben a közreműködő szerveknek is feladata van, így Hajdúdorog város önkormányzatának is. Én azt gondolom, hogy a mai átadóval egy fontos adósságot is törlesztettünk, hogyha lehet így fogalmazni, de természetesen nem állhatunk meg ezzel sem. És egyéb más olyan területek is vannak, ahol az önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni a rendőrség munkáját, ha csak a térfigyelő kameráknak a bővítésére, a kamerarendszer bővítésére gondolok, és egyéb más olyan dolgok is vannak, amiben közre kell, hogy működjünk, és tulajdonképpen a jövő vonatkozásában sem dőlhetünk mi sem hátra, és a rendőrei sem, de én azt gondolom, hogy az a fajta együttműködés, ami tetten érhető a mindennapokban, a mai esemény mindenképpen azt fogja eredményezni, hogy a már elért eredményeket meg fogjuk tudni tartani, és azokon a területeken, ahol javítani szükséges, ott is előrelépést fogunk elérni. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, jó munkát és további sok közös sikert. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tisztelettel felkérem Asztalos János rendőr, a rezredes urat ünnepi beszédének elmondására. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A Hajdúbeszélményi Rendőrkapitányság és a Hajdúdorogi Rendőrös személyállománya nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Koltai Jenő szavai jutottak most eszembe, amelyek röviden így szólnak, hogy vannak napok, amelyek valamilyen okból fontosak számunkra. Néha a hétköznapok is az ünnepélyesség érzésével telítődnek. És én úgy gondolom, ilyen nap ez a mai is. A város életében, a rendőrség életében és az itt szolgáltott teljesítő rendőreink életében is. Hosszú folyamat volt, ahogy ismertette polgármester úr és tábornok úr is, de ez a hosszú folyamat közös akarattal, közös elhatározással és sok-sok tettel együtt eredményezte azt, hogy ma itt állhatunk, és ünnepélyes keretek között a Hajdúdorogi Rendőrösöt a Hajdúdorogi Rendőrök számára átadhatjuk. Mit jelent ez a rendőröknek? Hát azt, hogy a múlt századból, ami a régi épületet jelenti, átlépnek a 21. századba, ami ezt az új épületet jellemzi. Mit kell tenni nekünk ezért, hogy ezt meg tudjuk szolgálni? Hát azt, amit az esküben megfogadtunk. A legjobb tudásunk és legjobb lelkiismeretünk szerint fogjuk ellátni a szolgálati feladatainkat. És gyakorlatilag tábornok úr ünnepi beszédében meg is határozta ezt a feladatot számunkra, amelyet azt gondolom, hogy az itt szolgáltat teljesítő rendőreink már felkészültek, és híven meg is fogják a szolgálni, hogy ilyen szép épületet kaptak a várostól, az itt élő lakosságtól, a képviselőtestülettől és a polgármester úrtól. Én ígérem azt, hogy Hajdúdorog város lakói éjjel-nappal biztonságban lehetnek majd itt a városba, és ígérem azt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egy látható, egy intézkedő,
A törvényességet messzemenőleg betartó és betartató rendőri állománnyal fognak találkozni. Köszönöm tábornok úrnak a szolgálati gépjárművet. Nagy dolog ez is, hiszen a rendőrösök azért néha, de csak néha, nem mindig rendelkeznek olyan technikai eszközökkel, ami a szolgálatot zöggenőmentessé teszi. Majd a dolog vonatkozásában úgy gondolom ez is a múlté, hiszen 2 darab jó minőségű szolgálati gépjárművel fogják tudni ellátni a szolgálatukat. Rendőrkapitányként mit ígéretek önöknek? Hát azt, hogy azt a megszokott minőséget, amit eddig megszoktak, azt minden törvényes eszközzel fogjuk tartani. Rendet és biztonságot fogunk szolgáltatni Hajdúdorog város területén. Ehhez kívánok a kollégáimnak jó erőt, egészséget, és köszönöm mindenkinek, aki ennek a szép rendőrösnek a létrehozásával közvetlenül, vagy közvetetten közreműködött, és ígérem, hogy nem fognak bennünk csalódni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dandártábornok úr, országgyűlési képviselő úr, polgármester úr, kapitányságvezető úr, az ünnepi programban elhangzott gondolatokat, szép szavakat és jó kívánságokat köszönjük. Kedves vendégeink, tisztelettel megkérem önöket, hogy a rendőrségi állomány, rendőri állomány átvonulását vagy elvonulását követően fáradjanak át mindnyájan, fáradjunk át közösen az épület főbejáratához, ahol a nemzeti színszallag átvágására kerül sor. Megkérem önöket, hogy fogadjuk tisztelettel a rendőri állomány elvonulását. Hölcsik, vigyázz! Jobbra át! Irány utánam! Ne tarts lépést! Indulj! Tisztelettel megkérem főtisztelendő Dalanis Zoltán esperes porukusát, hogy a rendőrség átadás, a rendőrségi épület átadása előtt szentelje meg az épületet. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked, mennyei király vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kurteje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket, Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk, Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk, Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak, néked Uram. Uralkodó Istenünk, ki a magasságban lakozol és az alázatosakra letekintesz, ki megáldottad lábán házát Jákob bemenetelével, és Putifár házát József bemenetelével, ki megáldottad Obédedom házát a friss szekrény bevitelével, és Krisztusod megjelenése által üdvöt szereztél Zakeus házának, magad áld meg ezt az épületet, és őrizd meg az itten dolgozókat, óvd meg őket minden ellenséges erőtől sértetlenül, és küldd le nekik magasságod lakhelyéből,
mennyei áldásodat, és sokasíts meg kezük műveit, hogy mindenkor háladással dicsítsük a te legszentebb nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Egyetlen mondatot szeretnék csak mondani. Itt Hajdúdorogon olyan emberek laktak, akik tudták, hogy ami fontos, azt középre kell tenni az életünkbe. Középre építették a székesegyházat, középre építették az iskolákat, az oktatási intézményeket, és most itt van középen a rendőrség is, mert a rend nagyon fontos az életünkben. Rend nélkül semmi nincs. Van egy ilyen felirat Pannonhalmán az apátság ebédlőjében, egy hordó van ábrázolva, ami szép van hullva darabokra. És oda van aláírva ékes latinsággal, hogy abroncs nélkül széthullik. Ha nincs rend, akkor széthullik az egész életünk. Hát a rend is most már itt van, és így, ha köztünk van az Isten, tudjuk, hogy mit kell tanulni, és mindezt rendbe tesszük az életünkben, akkor talán egy kicsit jobb lesz ez a világ. Megáldatik és megszenteltetik ez az épület a Szent Élek malasztja, és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Most nagy tisztelettel megkérem dr. Gyurosovics József rendőr dandártábornok urat, dr. Tiba István országgyűlési képviselő urat, Horváth Zoltán polgármester urat és Asztalos János rendőr arezredes kapitányságvezető urat, hogy a nemzeti színű szallag átvágására és átvágásával vegyék birtokba, adják át Hajdúdorog közösségének a rendőrség épületét. Köszönöm szépen!
És akkor utassak meg nekik az épületet, meg a szolgálati helyiségét. Ha véletlenül maradna, akkor ez ebből a lövedékcsapdába megy bele. Senki át semmilyen sérülést nem okozhat. Ez a 90 méteres lőszert megfogja. Most jó, 10 blokkok, 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 10 blokk